Szeretném bemutatni önöknek Németh János labdarúgó edzőt, a Roik FC edzőjét, és egyben szeretném megkérni arra, hogy beszéljen röviden arról, hogy mit is látunk itt ezen a pályán. Üdvözlök mindenkit, Németh János vagyok, a Roik FC-nek a utánpótlás vezetője és egyben labdarúgó edzője. Egy éve kezdtem az iskolában a gyerekeknek a tanítását, illetve a labdarúgóvá nevelését, és úgy érzem, hogy ez alatt az egy év alatt igen sok mindenben fejlődtek a gyerekek, technikailag, mentálisan és nevelés területén egyaránt. Gyere! Sziasztok, gyerekek! Ahogy szoktuk, az edzésnek az első felében technikai gyakorlatokat fogunk csinálni, és az edzés második felében természetesen játék következik. Jó? Megkérlek benneteket, hogy négy sárga álljon oda a kapuhoz, egy labdával, mellé négy kék, mellé egy labdával, négy sárga egy labdával, és négy kék egy labdával. Túloldalról váltok a Danival, beállunk a sor végére. Nagyon figyelünk, hogy mind a két lábadat használod, jobb és a bal lábadat is, külsőt, belsőt, talpat, tehát mindent próbálj használni, jó? Tehát amit ebben az egy évben megtanultál, igyekezzél ezeket a gyakorlatokat úgy érvényesíteni, hogy ez tökéletes legyen. Lássuk, hogy mit tanultunk ebben az egy évben. Jó? Mutassuk be, Barni! Gyere, Dani, lépjél labda elé, váltunk! Gyere! Mind a két lábadat használod. Nagyon jó. Gyere, váltsál! Nagyon fontos ebben a korban, hogy a gyerekek 8-10-12 éves korban elsajátítsák az alapvető technikai elemeket, és ezen dolgozunk, hogy ez minél tökéletesebben sikerüljön. Ez, amit most látunk, ez a legalapvetőbb technikai gyakorlat. Egyszerű passzolás belsővel, és labdátvétel szintén belsővel. Igyekeznek a gyerekek figyelni rá, hogy mind a két lábukat használják, a gyengébbik lábukat. Ez a gyakorlat pedig egy egyszerű passzolásból áll, kényszerítőbe kapja vissza a játékos, és lövik kapura lefeszített lábfejjel, több-kevesebb sikerrel. Itt még van mit fejlődni a gyerekeknek ennél a gyakorlatnál, de hát azon dolgozunk, hogy ez minél tökéletesebb legyen, és minél előbb sikerüljön. Következik. 5-1-be fogunk játszani, 2-2 cserével. Jó? Kékek erre a térfére, sárgák erre a térfére, a labdákat gyorsan be a kapu mögé, vagy kapu mellé. Meg kell játszani. 5-1-be álljunk föl. Ezzel is játszhatunk. Jó, akkor ezzel játszunk. Jó. Három diadol diákot kértem meg, hogy álljanak a kamera elő, és beszélnek arról, hogy ebben az egy évben miért jártak focizni. Mutatkozzatok be azt, mondjátok el, hogy mit szerettek ebben az edzésben. Hogy hívnak? Balázs. Milyen Balázs? Hajdú. Hajdú Balázs, igen. És azért járok a focira, mert sokat futunk, meg sokat passzolgatunk, meg ezt szeretem a fociban. Igen. Ájus Dani vagyok, és azt szeretem a fociban, hogy jól megtanulok, meg szeretek passzolni, meg jól megtanulok focizni, meg
Meg szeretnék kapus lenni. Te kapus lenni? Répp Krisztián vagyok, és azért szeretek focira járni, mert többet vagyok együtt a barátaimmal, többet fogok gyakorolni, mert hogyha felnőtt leszek, akkor focista szeretnék lenni. A filmkészítés közben hallottam, hogy ön, mint nagypapa, az unokáját rendszeresen a kezdetektől kezdve ide hordja. Mit tud elmondani erről a... Hát ez így igaz, Csóka András vagyok, Gyikeme Patinak vagyok a nagypapája, és nálunk a sport, a családi hagyomány, tehát én is sportoltam, testvéreim is, és így aztán nem volt vitás, hogy az unokámat is szerettük volna valami sportmozgásra tenni, főleg azért, mert panelház valakik, és így a mozgása korlátozott, tehát itt a lehetőség, hogy megtanuljon futballozni, amúgy a mozgása miatt, főleg azért, mert eléggé nehéz mozgású gyerek, tehát nem egy fürge gyerek. De most már igen, de most már egy év alatt, amit itt volt, nagyon sokat fejlődött. Nem de ezt mondhatom azt is, nem csak a Patrikról, hanem a többi gyerekre is, akik így látom. Mitől még? Mondjad, mitől fejlődtél meg? Attól, hogy szinte majdnem minden nap lemegyek futni. Ott futni is. Tehát még kiegészted az edzésen túl, még futni igaz, is jár. Fut, így igaz. És mit sportolt a nagypapa? Én futballoztam. Tehát a futball szíve hozta az unokáját ide. Igaz. Testvérem is mind a kettő NB2-es focisták voltak. Én nem, én csak ilyen amatőr, de tehát velünk nőttünk, abban nőttünk fel a futballba. És szeretném ő is, hogyha jó, nem focista lenne, mert inkább a mozgását, tehát hogy ő fejlődjön ezzel szempontból. Jó levegőn van, és ez sokat segít neki. Állj fel gyorsan!